Hello mindenkinek! A mai videóban a sminkemet úgy készítettem, hogy kezdő, nem sminkesek, hogy kezdőnként otthon a tükör előtt saját magatok is próbáljatok meg sminket készíteni, méghozzá bonyolult, több színből összeálló sminket. Azért használtam fényes szemhéjfestéket, mert ezzel egyébként egyszerűbb dolgozni, könnyebb az eldolgozása, és természetesebb is, hogyha eldolgozzátok. Tehát könnyebb eldolgozni, összesatírozni, hogy csíkmentes, határmentes legyen. Borzasztóan egyszerű módszerrel. Tehát tényleg az, aki még ecsetet se fogott a kezébe, az is meg tudja csinálni. Ja, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy segít nektek a mai videó. A szemkihúzást is úgy mutatom, de az nyilván gyakorlást igényel. A szemhéjfestéket nagyot fogtok szerintem csodálkozni, hogy elsőre is sikerülni fog. Még annak is, akinek nincs a tehetség a kezébe. Aki pedig szeretné megtanulni velem együtt a trükköt, azt tartson velem. Ma megint csak rúzsal fogok kezdeni, ugyanis ismét egy erősebb rúzst használok. Most viszont a rózsaszín ajakceruzámat használom először a Diortól. Ez a 069? Nem, 060. Ma az Ultra Rouge kollekcióból a 870 Ultra Pulse ilyen lilás tónusa van. Azért ezt akarom használni, mindjárt fogjátok látni. Nagyon szeretem ezt a rúzst egyébként. Nagyon-nagyon szép ez is. Hogy akik nagyon kezdők abban, hogy több szemhéjfestéket vigyenek fel a szemhéjra, ilyesmi, azoknak szeretnék megmutatni egy jó kis trükköt. Amihez fog kelleni egy lapos szintetikus ecset, egy hegyes, vagy akár lehet ilyen is, mint ami az Urban Decay-nek van, lehet ilyen ecset is. Mindenképpen legyen hegyes, ugye a szintetikus lapos, és a szintetikus laposból legyen kettő egyébként. Még mielőtt mindezekkel kezdünk bármit is, Ultimate Basics paletta. Tudjátok, hogy ez a kedvencem a Commando, ami egy általános szín, Commando szín. Ezzel nem tudtok rosszul satírozni meg semmi, mert olyan szint választottatok, ami szinte csak egy árnyalattal sötétebb a saját bőrötöknél, úgyhogy itt nem lehet rontani. Jó, végül csak fel kellett, úgyhogy most már tök mindegy, hogy mit csinálunk és mennyi ideig. Mármint, hogy most már úgy is sietni kell, úgyhogy tök mindegy. Én most úgyis a trükköt akarom megmutatni, ha nevezzük trükknek. Jó, tehát először ugye mondtam, hogy ezt a hegyes ecsetet használjuk. Naked Cherry paletta, tök mindegy milyen paletta, mert mutatom a színt, hogy mi legyen az. Remélem, hogy most már ráfókuszál nektek, mert az a baj, én a tükörből nem látom. Ezt a színt fogjuk használni. Ez egy sötét fényes szemhéjfesték. És csak annyit csinálok vele, hogy húzunk egy ilyet. Tehát mutatom még egyszer, csak ide rakjuk pont a mélyítővonalba, és lehúzzuk idáig. Ennyit csináljatok, jó? Utána mi majd azt fel fogjuk tölteni. Megfogjuk ezt a szemhéjfestéket, ami árnyalatban egyébként a következő. Ma csak fényeseket használunk, kivéve ugye, amit a mélyítővonalra vittünk fel. Megint csak lefújtam a felesleget, és mellé letesszük. Nem közvetlenül. Megint belemártottam. Jó, majd pedig utolsó lapos szemhéjfestéket.
és ezt a mellette levő világos fényes szemhéj festéket választom. Lehet játszani a színekkel, vagy csinálhatjátok mattal is, azért nem mutatom annyira, hogy most milyen szemhéj festék, csak színben, tónusban egyezzenek meg, és ez ugye ide lesz lerakva. Jó, tehát végül is csak pöttyözgetünk, lerakjuk a színeket. Jó, tehát ezt a fényeset ide raktuk. Ugye ezt a sötétebbet raktuk ide középre, úgymond. És a sötétet pedig tényleg csak ide a végére raktuk. És akkor kezdjünk el dolgozni most. Nem így szoktam lerakni a szemhéjfestéket, azért perget most le, na mindegy. Csak most nektek könnyebb így elmagyaráznom. Ignoráljátok a hajam, mert ma fogom megmosni, de ugye nem tudok mindenre készülni már gyerek mellett. Jó, tehát először akkor a sötét színnel kezdjünk el játszani. Elkezdem külső V alakban oszlatni ezt a színt. Itt nem baj, hogyha van a szélén vonal, majd eldolgozzuk. És amint látjátok, már találkozik és összedolgozódik ezzel a színnel, amit középre tettünk le. Ezután ugye jön ez a fényes árnyalat, ezt is elkezdjük eldolgozni. Ezt is mélyítő vonalig. Már ugye ott összesatíroztuk, úgyhogy most már csak a világossal satírozom. Nem tettem szemhéjfestéket, azt dolgozzuk, amit letettünk, csak az ecseteket veszem fel. Jó, a világosat ugye innen a belső szemzugból szintén mélyítő vonalig visszük, és ezt már csak kicsit viszem rá erre. És egyébként készen van egy gyönyörű három színnel összedolgozott smink. Most ne nézzétek a szélét, hogy nincs eldolgozva, a szemhéjon el van. Már csak a kettőt fogjuk letenni, a sötétet és ezt a világosabbat. Ehhez egy szemhéjtusecset egyébként. És elkezdem felvinni. Közel a szempillatövekhez. Félig, és utána megint félig. Másik ecset, most nincsen olyanom, amit akarnék, úgyhogy most csak ugyanilyen oldalazó, ugyanilyen szemhéjtus ecsetet használtok, de nekem most koszos, úgyhogy most ezt a szemhéjtus ecsetet használom, ami hegyes. Annyi, hogy mivel most már van itt sötét szemhéjfesték, amit nem akarok, hogy világos legyen, ezért mellette felveszem ezt, tehát ugye ez volt a kommandó, de ez nagyon világos, tehát most már felveszem ezt a színt is a kommandóval, ami egy, mint a felsőm, lilás árnyalat, lefújom a felesleget, és elkezdjük letenni. Kezdjük itt letenni, és eldolgozni mindenhol a sminkünket. Ugye mindig a sötétet kezdjük, és onnan megyünk befelé. Nagyon remélem, hogy segít nektek ez a kis úgymond tutoriál videóm. És egy kicsit máshogy fogtok hozzáállni bonyolultabb sminkek elkészítéséhez így, mert így könnyű. Még egy dolgot megmutatok, bár van róla külön videó, hogy hogy húzzuk ki szemhéjtussal, de a tollszerűvel a szemünket, jó? Egyébként tattoo linert használom a Kat Von D márkától, és mindig úgy húzom ki a szemem, hogy innen, ahol összeér a két szemem, hát végül is nem, a szemhéjam végétől húzok egy ilyet, nem baj, ha nem szép, és utána viszont egy határozottat húzok le. Tehát mindig húzok egy ilyet, az mindegy, hogy néz ki, és utána határozottan. Mindig legyetek határozottak. És egy ilyet. Ezt utána már csak itt javítom, összekötöm ilyesmi.
Jó. Ezek után összekötöm a felső részt, egészen majdnem középig kell hozni. Ez most egy vastag és hosszú macskás szem, jó? Amikor picit csinálok, akkor is ugyanez a technika, de akkor nem félig a szemig hozom be. Tehát a tetejéről elindulok. Lecsukom a szemem, és ide behúzom. Tök mindegy, hogy nem, látjátok, nem teljes, mert ezeket már ki lehet javítani, az alapok legyenek meg. Már valamit kilopott a fiókba. Jó, innentől már csak feltöltjük. Egyébként. Az új fényesítőt próbálom ki, amit a YesStyle-tól kaptam. Ezt használtam a belső szemzugnál is. Készen vagyok, kisfiam, készen van anya. És a pirosító palettámat használom, ugyanis fényes pirosítót akarok használni belőle, ami a kedvencem ilyen púderszín, látszik is, hogy már sok hiányzik belőle. Már kész van anya. Már kész van anya. Bizony. Jó, ugye, bronzosítunk. A Dior bronzosítómat használom. Előző videóban is ezt használtam. Meg ez most vadonatúj. Egészségedre, kisfiam. Úgyhogy ezt most sokat látjátok, hogy használom. Csak ne nyisd vissza már a kanyát, nem látják a sminkjét rendesen, mert besüt a nap kintről, szívem. Nem is baj, hogy rózsaszínes, mert ugye lilás rózsaszínes a rúzs. Ilyen fuchsia szín egyébként majdnem. Csak nagyobb a lilás tónus benne, mint egy fuchsiában, az inkább azért rózsaszín tónus. Fényesítő. Ez egy aránylag világos rózsaszín árnyalatú fényesítő. Úgyhogy csak nagyon finoman bánok velem. Most az ajkaim felé nem tettem, jó? Mert azt rúzs előtt kellett volna. Remélem, hogy akkor tetszett nektek, és hasznos ez a kis trükk, amit ma mutattam, hogy hogy kell egyébként bonyolult, több szemhéjfestéket összedolgozva szemfestést készíteni, vagy sminket, szemsminket készíteni. De remélem, hogy a trükk az segít, hogy más szemmel gondoljatok magára a sminkelésre, mert ugye nagyon bonyolultnak néz ki készen is, meg készülés közben is a smink. Hát, ha ezzel segítettem, hogy mi is csak annyit csinálunk sminkesek, hogy letesszük a színt, és utána szépen eldolgozzuk, összedolgozzuk őket egymásba, hogy ne lehessen látni, hogy most hova tettük le, meddig tart egyik szín vagy a másik, és gyönyörűen eldolgozzuk a széleket. Végül is tényleg ennyiből áll. Szemkihúzás szintén csak ide húzod meg, itt összekötöd határozottan, ne féljetek, lehet javítani. Lehet javítani, úgyhogy inkább határozat mozdulat, mint remegő, vagy csak hopp, egy kicsit húzok most még egy kicsit, innen is csak kicsikéket, nyugodtan, határozottan. Főleg, hogyha gyakoroltok otthon, az még jobb. Tehát határozottan gyakoroljatok, max lemossátok, hogyha tényleg nagyon gagyi lett. Ha tetszett a mai trükk videó, akkor kérlek, iratkozzatok fel ide a YouTube csatornámra még több hasznos videóért, kövessetek Facebookon és Instagramon is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!